Az első félidőben védekezésben, szervezettebben, de támadásban meglehetősen gyengén játszott a pirosmezes Egerese. A játékot a vendég Sényő irányította, de így is sikerült néhányszor helyzetbe kerülni a vendégek kapuja előtt, de gólt ekkor még nem láthattak a nézők. Fordulás után, a 49. percben Debreceni tört előre az egri védővonalból, jobb oldalon már a Sényői térfél közepén járt, amikor elveszítette a labdát. A helyén Barcsai iramodott meg, a 16-osnál Lakatos Lászlóhoz passzolt, aki jó ütemben ugratta ki az egri védők közül Kapacinát. A nem túl erős ballábas lövése után a labda Lőrincen irányt változtatva, és a kapus Konyecsiket becsapva pattant be a kapuba, 0-1. 7 perccel később megint csak nem volt a helyzet magaslatán az egri védelem. Lakatos László ismét Kapacina Kevint ugratta ki, aki ezúttal a kirohanó Konyecsik felett átemelve a labdát volt eredményes, 0-2. Az 58. percben Gresó balról remek ütemben tálalt a hosszún érkező Debreceni elé, aki egyből a 16-oson belül helyezkedő csereként beállt Vajdához passzolt, aki állítás nélkül bombázott a hálóba, 1-2. 8 perccel később megint nagyot hibázott a hazai védelem. Sényői szögletnél rosszul osztották ki az embereket. A hosszú oldalon ketten is érkeztek. Fabunak 2 lépésről kellett bekotornia a labdát az egri kapuba. 1-3. A 72. percben Titkót Kacso Attila váltotta az egrieknél, épp szögletet végezhetett el a hazai csapat. Első szándékból még nem lehetett kapura küldeni a labdát, de Antal ívelését a 10 másodperccel korábban beálló Kacso előre vetődve fejelte a Sényői kapuba. 2-3. Ez maradt a végeredmény, 3-2-re nyert a Sényő. Hajtott az Eger, de ez most csak a szépítésre volt elég. Mi játszottunk egy olyan mérkőzést, ahol megtapsoltak a nézők minket, ami mindent elmond a mérkőzésről, viszont aki húzamosabb ideig szeretne a kezdőcsapatba játszani, attól nem nagyon viselek el ilyen teljesítményt, hogy, mert hibázni lehet, de itt azért rengeteg olyan hiba volt, ami egy kicsit óvodás szinten volt. A Sényőiek türelmes és eredményes játékkal az egriek 33 meccses bajnoki veretlenségi sorozatát szakították meg ezzel a győzelemmel. Fél időben próbáltunk egy kicsit rendezni a sorokat, cseréltünk is, úgy gondolom a cserék nagyon jól szálltak be, lendületet vittek a játékba, aztán jókor rúgtuk a gólokat is, ugye ezáltal kiebb kellett támadni a hazai csapatnak, és úgy gondolom a második fél alapján viszont megérdemelten nyertünk. Veresége ellenére továbbra is ott van az élmezőnyben, az 5. helyen az Eger. Szombaton 17 órától megyei rangadó, méghozzá az utolsó, eddig még pont nélküli Gyöngyös vendégeként.